A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban visszatekintünk, mégpedig a Csóri Sándor Társaság 2022-es történéseire, annál is inkább, hiszen ez az irodalmi társaság nagyon fontos szerepet játszik a városunk kulturális életében. Vendégem Bakony István, a társaság elnöke. Tisztelettel köszöntelek, boldog új évet! Szervusz, köszönöm szépen, én is azt kívánom. No, hát a boldog új évről is fogunk beszélgetni természetesen, de egy kicsit tekintsünk vissza 2022-re, hiszen talán induljunk onnét, hogy mi szülte a Csóri Sándor Társaság megalapítását. Nagyon is jól tudjuk, hogy Csóri Sándor és Csanádi mindketten ugye zámai születésűek, Zámolyhoz kötődnek, a megyéhez és így Székesfehérvárhoz is. Nagyon fontos volt az a gondolat, hogy ilyen formában Csóri Sándor Társaság megalakuljon. Igen, 2019-ben, amikor megalakultunk, hát azt a célt tűztük ki, célul nyilvánvalóan, hogy foglalkozunk ezzel az életművel, de hozzáteszem, említetted Csanádi Imrét is, ugye a Csóri Sándor Társaság sajátosságai közé tartozik szemben más irodalmi társaságokkal, hogy kizárólag ezzel az életművel foglalkozunk, de hát ugye adott volt az is, hogy Csanádi Imre is zámoly szülötte, ahogy mondtad is, és tettünk néhányszor kivételt, amely később szeretnék visszatérni, de az kétségtelen, hogy a társaság a névadójával foglalkozik elsősorban, és hát én azt hiszem, hogy azt teszi mindezt indokoltá itt Zámoly közelében, Székesfehérváron, hogy egyrészt a szülőföldhöz kötődése is nagyon fontos volt Csórinak, mint halálig, attól függetlenül, hogy nem itt élt, nem Fehérváron, de számtalanszor köszöntettük itt különböző rendezvényeken, a Szent István Művelődési Házban, a jelesebb születésnapon több száz ember jelenlétében tartottunk vele közös esteket, és egyáltalán szóval az a fajta kultúra, az a fajta irodalom, és az a fajta népi kultúra iránti való érdeklődés, mindezeknek a gyökerei szerintem Zámolyhoz kötik elsősorban. Hát arról nem is beszélve, hogy a költészete, én szerintem, és nem csak én szerintem, a 45 utáni korszaknak az egyik kiemelkedő teljesítménye, aminek ugyancsak itt vannak a gyökerei, ugyancsak ott vannak a gyökerei a népköltészetben, de azt is hozzá lehet tenni, hogy egy rendkívül modern hangot ütött meg aztán később. Tehát a szürrealizmus épp úgy hatott rá, mint más modern törekvések, modern irányzatok. Tehát egyfajta olyan szintézis hozott létre a költői életműve, ami én azt hiszem, hogy mindenképpen olyan nevek mellé teszik az ő tevékenységét, mint Nagy László, Ijés Gyula, Csóri Sándor. Őről beszélünk elsősorban. Vagy éppen Takács Imre, aki Fehérváron élő kiváló kortársa volt, és tudom, hogy nagyon sokra tartották egymást. Igen, hát irodalomtörténészként kellett, hogy találkozzál vele, és ráadásul gyakran megtörténhetett, hiszen Székesfehérváron szívesen látott vendég volt mindig Csóri Sándor. Miként emlékezel azokra a pillanatokra, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a rendszerváltás után pedig még inkább nőtt az ő szerepvállalásának a jelentősége? Hát igen, és úgy tegyük hozzá, hogy a szerepvállalása nem csak az irodalom a berkeire vonatkozott, hanem tudjuk, hogy egy évtizedig volt a Magyarok Világszövetségének az elnöke, tehát az a fajta közéleti tevékenység, amelynek a gyökerei visszavezetnek a szocializmusba, hiszen a ellenzék egyik hangadója volt ő a 70-es, 80-as években. Sokszor emlegetni szoktuk, hogy fehérvári szereplései sem jöhettek mindig létre, mert volt olyan időszak, amikor bizony hát eltiltották a szerepléstől. Most nem régen halt meg Durai Miklós, a felvidéki magyarság kiváló közéleti embere, akinek a Kutyaszorítóban című Amerikában megjelent kötetéhez Csóri írt előszót. És azt követte az a hát hírhet írás, ami Hajdú János engedett meg magának az élet és irodalomban, ugye Csóri elítélése gyakorlatilag akkor történt meg, és bizony ennek súlyos következményei is voltak, és emlékszem olyan időkre, amikor hát Fehérváron se volt a hivatalosság számára kívánatos vendég. Emlékszem arra az 1984-es
tiszatájes, amit volt szerencsémet szervezni az akkori építők művelődési házban, mint tudjuk, ez a Vörösmati Társaság épülete jelenleg, de hát az építőkre is, én azt hiszem, hogy te is elmondhatod, hogy szívesen emlékszünk vissza, ez a fejvári kulturális életnek nagyon fontos része volt, és olyan vendégek jártak akkor oda, akik egyébként más művelődési házakban nem szoktak megfordulni. És 84 őszén szerveztünk egy tiszatáj estet a Szegedi Folyarattal, és ő volt a egyik vendég. Hát ezt is már többször elmondtam, hogy az esten tömve volt a nagyterem, viszont a megyei sajtó nem tudott róla, nem volt neki szabad beszámolni erről a programról. Szóval ilyen időket éltünk, és azért mondtam el mindezt, mert az a fajta közeledi tevékenység, ami nála ugye a 80-as években, 70-es években bontakozott ki, ez a rendszerváltás után nyilván más térben, más időben. Mindenképpen megerősödött. De hát így van megerősödött, és én azt hiszem, hogy ehhez ő mindvég hűséges tudott lenni. Még azt szeretném hozzátenni, ami a társaság alakulásokkal is vezérelt bennünket, hogy az író és a költő mellett hozzáteszem, hogy az eszéíró is rendkívül fontos. Azt szoktam mondani, hogy a Németh Lászlói eszéírói teljesítmény, ez mérhető az ő tevékenysége. És ezzel függ össze gyakorlatilag az az érdeklődése is, ami a népi kultúrához, a táncházmozgalomhoz, a népzenéhez, a népköltészethez kötött. Igen, hát a Duna Televízió megjelenése ezt mindezt megerősítette. Így van, azt nem is mondta, elfelejtettem, hogy a Duna Televízió megalakulásakor, majd megalakulásában is döntő szerep jutott. Ja, hát a filmről meg nem is beszélve, hiszen Kósa Ferenccel, Sára Sándorral voltak rendkívül fontos filmalkotásai. Ez a hármas, azt hiszem, az elmúlt évtizedek magyar filmművészete szempontjából is jelentős teljesítményt adott nekünk. Csanád Imréről is kell, hogy beszéljünk, hiszen szintén Zámoly szülötte, egy időben méltatlanul, és talán még most sincs azon a síkon, ami megbecsülésben gondolom, és ez nyilván nem a Csóri Sándor Társaságra vonatkozik, ami megilletné őt. Így van. Egy évtizeddel idősebb volt, ugye, hát, ha úgy tetszik, akkor egy más nemzedékhez tartozott. Ha már itt a népköltészetet említettem Csórira kapcsolatban, akkor ezt meg kell erősíteni Csanádival kapcsolatban. És erről egyébként Fehérváron a legtöbbet, egyáltalán az ő folklórhoz kötődésükről Lukás László, a kiváló néprajztudós tud, majd később visszatérünk rá, mert egy kiadvány kapcsán őt is emlegetni fogjuk, hiszen Csanádi ugye a népdal kutatásban, a népköltészet kutatásában is jelentős szerepet játszott, de hát elsősorban nem azért szokták emlegetni, nem azért, mert a 20. század egyik ugyancsak jelentős költői teljesítmény fűződik a nevéhez. Itt belegondolhatjuk azt a hátteret is, ami a II. Világháborúra vonatkozik, Csórinál hasonlóképpen, csak ugye az akkor már érettebb férfiú, már mint Csanádi, a II. Világháborúban is ugye részt vett, illetve hadifogságba került, és hát a hadifogságban írott naplói versei is hozzátartoznak azokhoz az első próbálkozásokhoz, amelyek a költői indulást jelentették az ő számára, de később kétségkívül és erről Alföldi Jenő irodalomtörténész tudna a legtöbbet mondani, aki a legpontosabb ismerője a Csanádi életműnek, egy olyan líra bontakozott ki az ő tollán, amely ugyancsak Csórihoz hasonló értékeket mutat. Igen, hát Zámoly őrzi mindkettőjük emlékét, a Csanádi házban mi is jártunk annak idején, nyilván a koronavírus megakasztotta ezt a folyamatot, ami ezt nagyszerűvé tette. Ez egyfajta misszió, mondom én részedről, hogy az ő emléküket ápolod mindenféle értelemben, a társasággal együtt nyilvánvaló, és most a társaságról kérdeznélek, milyen elvek mentén állítottad össze, hiszen egy olyan csapatot gyűjtöttél magad köré, akik ugyanazt az elvet képviselik. Tehát ez a népnemzeti irodalom, illetve az összes többi a népi kultúra ágya, legfontosabb helye a Csóri Társaság most. Legyünk igazságosak, ha már személyekről beszélünk, akkor Kálisz Sajtős József nevét mindenképpen meg kell említenem, hiszen ő volt az ötletadója, ha úgy tetszik, ennek a társaság létrejöttének, de olyan kiváló embereket sikerült megjelni az ügynek itt Székesfehérváron, mint mondjuk Vakler Anna, aki a népdal felől közelítés mindmáig szerves részét képezi a társaság tevékenységének, de mondhatok országos neveket is, hiszen Sebő Ferenc is itt volt az alakuláskor többek között. Nem beszélve számos olyan íróról, költőről, akik valamilyen szinten és valamilyen módon kötődnek ehhez az életet. Igen, hát egy fajsős elnökség alakult ki. Igen. Aztán később a
hivatali eljárás bizonyos, hogy is mondjam, nehézsége miatt akadozott a megszületésünk utáni néhány hónap. Arról nem beszélve, hogy a járvány is közbeszólt, és annak örülhetünk, hogy az elmúlt évben, 2022-ben már azért tudtunk jobban szervezkedni. Hozzáteszem, hogy előtte is már voltak rendezvényeink, tehát a járványt megelőzően, amikre nagyon szívesen emlékszem vissza. De kétségtelen tény, hogy az utóbbi hónapokban szabadabb tér jelentkezett a működés szempontjából. Az egyébként örömteli, hogy otthonra találtatok bizonyos értelemben, és nem csak Zámajon, hiszen az természetes a két költő szülőfalujában, hanem a Szent István Művelődési Házban. Így van, az intézményi háttér a Szent István Művelődési Ház, és nem győzöm hangsúlyozni Jakubek Tibornénak az érdemét ebből a szempontból, ő a társaságunk titkára egyébként. Tehát én azt hiszem, hogy minden társaságnak kell egy olyan fajta épület, olyan fajta intézmény, amelyet az otthonának tekintett. De ahogy mondtad is, igyekszünk másút is megnyilvánulni. Volt például programunk Zámolyon Tárnok Ákossal, a kiváló zenésszel, aki pontosan erről beszélt, és ezt illusztrálta egy zámai rendezvényen, hogy a népzene milyen fontos szerepet játszik Csóri életében. De ugyanígy mondhatom Agárdot is. Hát Agárdon egyrészt a Nemzedékek Háza, Gárdonyban pontosabban, Agárdon pedig a Verence Tavi Galéria, a Gárdonyig, ez a szülőház melletti térség, a másik ilyen törzshelyünk. Ez megint csak személyes összefüggést is mutat, hiszen Ocsenás Kati, aki a Agárdi Gárdonyi Művelődési Élet első számú szervezője, a társaságunk egyik alelnöke, és vele is számos programot szerveztünk meg. Arról nem is beszélve, hogy ott van a irodalmi emlékfal, és az irodalmi emlékfalon Csóri Sándor és Csanád Imre is látott többek között. Tehát voltak olyan rendezvényeink, és éppen Agárdon sikerült az ősszel egy olyan, ahogy Kati szokta mondani, Csóri pikniket összeállítani, amelyen többek között Jankó Laura volt az egyik vendég, aki a fiatal költőnemzedékeknek egy olyan képviselője, aki mindig elmondja interjúkban is, de ez a verseiben is látható, hogy két egyébként külön utat járó költő az igazi példája a magyar költészetből a 20. századból, az egyik Pilinszky János, a másik Csóri Sándor. És nagyon szépen van Laura sokszor erről az életműről. Emlékszem rá, hogy például a kerek évfordulókor a Petőfi Irodalmi Múzeumon ő tartotta a legfontosabb előadást Csóri életművéről. Holott ő ugye néprajzos és költő és író, tehát nem irodalomtörténeti szempontok szerint mérlegel, de hát nagyon fontos gondolatai vannak. Most hát kitekintettünk Pákozra, Gárdonyra, Agárdra, egy kicsit jöjjünk haza az elmúlt esztendő történései. Ugye azt tudjuk, hogy a Csóri Sándor Társaság nem hetente kínál programokat, de azok, amelyeket kínál, viszont fajsúlyosak. Igen, és igyekszünk a testvérmúzsákat itt összehozni, és épp a Szent István teremben volt egy olyan rendezvény, ahol a Vörösmarty Színház két színművész, a Balir Bianca és Varga Gabriella adott elő egy szerkesztett műsort, de hozzáteszem, hogy itt is megnyilvánult Berki Lilla és Vargó János, akikkel már többször voltunk azt megelőző időszakban is ilyen programokon, hiszen Berki Lilláról meg azt szeretném elmondani, elmondtam már, de mindig szeretem megismételni, hogy ő viszont a bizonyos Csóri versekre népdalokat talál, tehát ez a megzenésítésnek egy teljesen sajátos változata. Csináltak ők már korábban is, azt hiszem Vaklár Annával éppenséggel, a Vörös Sándor műveiből hasonló műsorokat, de ez annyira üde színfoltja az ilyen esteknek, hogy bizony katartikus élményt szokott jelenteni. Mondjuk az, amikor a Anyám Fekete Rózsa című verset énekli egy népdallal. Egyedülálló, így van. Igen, és ezek csodálatos pillanatok. Volt már ugyanaz idén nem, vagy tavaly nem, de a korábbi években néptánc műsor is, és hát igyekszünk a jövőben is, ebben az évben is ezeket a különböző művészeti ágakat összekapcsolni a társaság életében. Sikerült minden olyan tervet megvalósítani, ami felmerült még a tavalyi év elején? Hát tulajdonképpen igen. Hát az egyik legfontosabb, és most már a jövőre mutató tevékenységünk az első kötetünk kiadása, ami összefügg azzal, hogy ugye annak idején Zámolyon szerveztünk, sajnos többször a járvány miatt elmaradt, de később mégis megvalósult emlékülés, és ez Csanád Imre és Csóri Sándor életművére is vonatkozott. Hát ennek a kötetnek a kiadása lesz a következő hetekben. Igen, meg is érkeztünk a kötethez. Igen. Fogunk látni majd képeket is, bár a kötet még nem kézbe vehető, de nagyszerű szerzők, én azt hiszem, hogy ha nem is a teljesség igényével, hiszen ez
Csóri Sándor esetében lehetetlen vállalkozás lenne, de nagyszerű szerzőket sikerült megnyerni. Igen, hát Csanádinál már említettem Alföldi Jenő nevét, aki jeles irodalomtörténész a mi korunknak, és a Csanádi életmű legismertebb kutatója. Ő neki egy Csanádiról szóló tanulmánya fog megjelenni ebben a kötetben, de ugyanígy, ami a Csóri életművet illeti, pedig egy Gróh Gáspár nevű kiváló irodalomtörténész, aki éppenséggel az életműnek a filmes vonatkozásait vizsgálta meg többek mielőtt között. Mielőtt folytatnád, mennyire volt tudatos ez az összeállítás, hiszen remek szerzők nagyszerű írásai jelennek meg Csóri Sándor életéről, gondolatairól, hogy gyűjtötted egybe őket? Hát úgy, hogy próbálta az ember azt a néhány embert megkeresni országosan, és akik számottevő erőt jelentenek ilyen szempontból. Másrészt igyekeztünk a helyiekkel is. Tehát ez egy olyan kötet lesz, amiben nem székesfehérvári, nem Fehérvármegyéhez kötődő szereplők vannak, hanem országosan elismert kiválóságok, de ugyanúgy a kötetben olvasni lehet majd Kális Sajtos Józsefnek. Menjünk végig, úgy kivonatosan, nyilván azért ez egy falsős kötet. Igen, tehát az előbb említett Csanádi életművel foglalkozó Alföldit már említettem, Gróh Gáspár, ahogy mondtam, a Csóri, most nem tudom sorrendben, azt hiszem, csak szeretném kiemelni bizonyos szerzőket, de mondhatom Lukács László kiváló néprajztudósunk nevét is, aki pontosan a Csóri és a néprajzi és népkötészeti megújulásnak a jegyében beszél és ír erről az életműről. Ő is tartott előadást Zámolyon, azt még nem említettem, hogy aztán a többször elmaradt emlékülés végül is a református templomban zajlott 2021-ben, mert ugye ezt erről sem beszéltük még, de a reformációhoz kötődése is mindkét szerzőnek igen fontos. Most a Csanádinak az egy Hajdani templomba című verse jut az eszembe, de Csóritól is tudnánk olyan verseket idézni, amelyek a reformációnak, mint kultúrtörténeti és egyháztörténeti eseménynek a fontosságát is hirdetik. És ez volt örömteli, hogy Salay Mihály polgármester úr és a felekezet ötletére került mindez a templom a sorra, azután, hogy a névadó megtörtént, hiszen a Művelődési Ház akkor vette föl Csóri Sándor nevét. Hozzáteszem, hogy ez nagy öröm, hogy az iskola Csanádi, a Művelődési Ház pedig Csóri nevét viseli, és ez a ünnepség volt a nyitányának, a bizonyos emlékülésnek. De a fehérvári szerzőket, ha már említettem, Kális Sajtos és Sajtos Lajos is szerepel ebben a kötetben. Lajos például a műfordító Csanádi és Csóri tevékenységgel foglalkozott, és hát én azt hiszem, hogy így áll össze egy olyan színes kiadvány, amiben Ködöböc Gábor neve jut még az eszembe, bocsánat, aki egy Csóriról szóló monográfiát elemez többek között ebben a kötetben. Görömbei Andrástól, aki sajnos már nem élő, kiváló irodalomtörténész volt, egyéb iránt a Hitel szerkesztője is annak idején, és ő többek között, ő írt Csóriról monográfiát, amit viszont Ködöböc Gábor elemez ebben a kötetben. Tehát ajánlhatjuk mindenkinek. Igen, majd az a kérdés, most ugye bármi láttuk, igen, a néhány kivonatosan, hát ez egy PDF forma volt még csak. De mikor jelenik meg? Igen, a megjelenést szeretnénk összekapcsolni Csóri Sándor közelgő születésnapjával, ez pedig február 3-án lesz. Hagyományunk szerint akkor ugye Zámolyon is szoktunk koszorúzni, viszont február 3-ára sikerült egy olyan programot összehoznunk, ami a Szent István Művelődési Házban lesz egyébként, és ezen alkalomból szeretnénk bemutatni ezt a kötetet. Hozzáteszem, hogy a nyomdai előkészületek munkáját Ocsonás Kati végzi, akitről már beszéltünk, és addigra mindenképpen ez a kötet, ha minden rendben lesz, akkor meg fog jelenni, és ott bemutatjuk majd ezen a rendezvényen. Szeretnék egy pár szó szólni erről a rendezvényről, mert hiszen ez az évadnyitó programunk tulajdonképpen, tehát február 3-án ez a 93. születésnap, ami a Csóri Sándort illeti. És itt is a költészet, a zene, az irodalom egy sajátos
keverékét tudjuk majd nyújtani az érdeklődőknek. Vári Fábián László, kossuthdíjas költő, aki egyébként a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának a vezetője, mond egy bevezető előadást Csóri Sándor életművéről. Hozzáteszem, hogy Vári Fábián László, aki egyébként kárpátaliai származású nagyszerű költő, itt volt nemrégen a határainkon túli irodalmi találkozón is. Tehát neki versei is szólnak Csóri Sándorról, tehát a költő, a kortárs és az előd életművét fogja egy vallomásban megvilágítani, és nagy örömmel szolgál, hogy sikerült megnyíni az ügynek Csóri Sándor Sündit, a kiváló népzenész, aki a költő unokája. Mint tudjuk, ugye a költő fia, ifjabb Csóri Sándor is nagyszerű zenész és kiváló. És hát a hagyományt ugye a fia, mármint a költő unokája is viszi tovább, és ők például egy vers összeállítással jönnek a zenekar énekesnőjével egyetemben, és hát versmondás tekintetében pedig, hogy egy másik csébetűs nevet is említsünk, nagyon jól Csengei Márton neve, akinek ugye a nagyapja volt az a Csengei Dénes, aki ugyancsak Csóri Sándor, Csan Ádi Imre és mások kortársa volt még a rendszerváltás idején. Szóval, hát és ezen alkalommal fogjuk bemutatni ezt a kötetet. Remélem, hogy minden szépen fog sikerülni. Igen, hát fajsúlyos program méltó, én azt gondolom, igen, Csóri azt Sándor életművéhez. És hát azt pedig ígérem természetesen, hogy ott leszünk és beszámolunk erről az estről. És hát addig is várjuk most már a közelgő tavaszt. Igen. És hát neked pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Azt hiszem, hogy méltó lesz ez a Csóri születésnaphoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetéseket látták, a Csóri Sándor életműről beszélgettünk Bakonyi István, József Attila Díjas irodalomtörténésszel, a Csóri Sándor Társaság elnökével. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.